Jó estét kívánok! Önök az esti közelképet a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Meggyőződésem, hogy a háború öt alapelve nem csak és kizárólag a katonáknak adhat iránymutatást, hanem alkalmazható az élet más területein is. Így val könyvéről Russzi Szendin Romulus altábornagy. A háború öt alapelve, avagy hogyan nyerd meg életet csatái című könyv a héten jelenik meg a könyvesboltok polcain. A szerző, egykori debreceni dandárparancsnok, a Magyar Honvédség volt parancsnoka, több mint három évtizedes katonai vezetői tapasztalatai alapján írta meg művét, többek között az afganisztáni, iraki, ukrajnai hadszíntereken gyűjtött jártassága ismeretei benyomásai alapján. A könyvről, a hadszíntereken gyűjtött tapasztalatokról és a mostani globális konfliktusokról kérdezem mai vendégemet, Russzi Szendin Romulus altábornagy urat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meg. Jó estét kívánok. Ez nagyon megtisztelő, és hát nagyon érdekes és nagyon meglepő fordulat, hogy egy könyvvel jelentkezik, és hívja föl magára a figyelmet a következő napokban. Hát nem mindennapos dolog, hogy egy altábornagy arra adja a gondolatait és fejét, hogy könyvet írjon. Miért döntött így? Most volt időm befejezni, azt tudom mondani, hiszen maga a kutatás azért az egy évtizedre visszanyúlik. Ugye megjártam a hadszíntereket parancsnokként Irakban, Afganisztánban, és utána látszott a történelemben, látszott, hogy most mi van Irakban. Látszik, hogy most mi van Afganisztánban. Mindenki emlékszik a kimenekítési műveletünkre. És korábban is járt az agyam azon, hogy miért van ez. A harctéren, fogalmazunk így, hogy az Észak-Atlanti szerződés katonái harcászati szintén mindig mindent képesek megnyerni. És akkor elmegyünk egy hadszíntérre, akkor nem biztos, hogy a végeredmény az, amit úgy igazán szeretnénk. Nem a katonákkal van a baj, nekem ez meggyőződésem, hiszen láttam őket, ismerem a magyar katonákat, méltán lehetünk rájuk rendkívül büszkék, megállják a helyüket a világ minden katonájával szemben, nekem ez meggyőződésem. Ugye azt a sportpéldát szoktam mondani, hogy a Magyar Honvédség a Bajnokok Ligájába focizik, de nem kell selejtező, hogy a főcsoportba jusson, hiszen a srácok eleve ott vannak. Akkor mi a baj? És én úgy gondoltam, hogy az alapelvekhez kell visszanyúlni. Ugyanolyan alapelv, mint hogy a ember, gyerek akkor születik, ha egy férfi és nő kapcsolata beteljesedik. Na, valahogy a hadszíntéren a háborúval kapcsolatban is így van, és valóban nagyon fontos, hogy harcászati, hadművel és hadászati szinten annyira sokrétű lett ez a szakma, ez a művészet, hiszen én meggyőződésem, hogy ez hadművészet, hogy érdemes egy kicsit megállni és gondolkodni. Na, én több mint 10 éve gondolkodok ezen valóban. Nyilván a hazai iskoláim, amit itt a Közszolgálati Egyetemen tanultam, ugye alapmester és a doktori fokozaton, majd az amerikai iskoláim, azok adták azt a végeredményt, hogy azt mondom, hogy van ott öt olyan alapelvem, amit ha mindig szem előtt tartanak és betartanak, és még szerencséjük is van, és a hadművészetben maradunk a racionalitásoknál, akkor nagy eséllyel képes megnyerni az ütközetet, a háborút, vagy a harcot. És valóban, amikor ugye máshol is él az ember, jár kell a világban, én azt gondolom, hogy a konfliktusról van szó, két ember konfliktusáról, vagy szervezetek közötti konfliktusról, vagy versenyről van szó, ha ezeket az alapelveket betartják, nyilván egy picit más tartalommal, beltartalommal, akkor újra csak elvezethet mindez a sikerhez. Öt alapelv. Igen. Ha lépésről lépésre megyünk, és szabad ennyit előzetesen elárulni, melyik ez az öt alapelv? Én az elsőt mondanám csak el, a többit olvassák el szerintem. Az első a legfontosabb, hogy egyenlő feltételek kellnek ezt harcba. Ez az egyik legfontosabb tétel, tehát ahhoz, hogyha nyerni akarsz, akkor valami ilyen szempontból túl kell nőnöd az ellenfeleden. Jó, ha ez nincs meg, kell ismerni az ellenfeled. És akkor majd jön a többi alapelv, például, hogy a harmadik az, hogy tiszteld az ellenfeledet, mindig az ellenséget, mert ha ez nincsen, akkor... És a történelmi példákon keresztül igyekszem bemutatni, pro és kontra, az, hogy ezek az alapelveket hogyan tudom alátámasztani a történelmi példákkal. Nem hosszú a könyv. Nem az volt a cél, hogy a 100 oldalakat, 1000 oldalakat írjak, hiszen a fontos az az öt alapelv, és annak a katonai szempontból a részletei. Tehát nyilván vannak alpontok benne, mert rendkívül szertágazó, hogy mondtam, nagyon sok szakma van benne, nagyon sok olyan változó van benne, amit mérlegelni kell, vagy legalább észbe kell tartani, de ez az öt alapelv, ez vezeti a gondolkodást. Hogy miért öt? Én hiszek abban, hogy az ember 7 plusz-minusz 2 dologra tud egyszerre figyelni.
Tehát ha fel kell sorolni 9-11 dolgot, nem biztos, hogy sikerül. Valaki csak üljön le, és ugye ez egy régi próbálkozás, hogy sorolt fel a 19 megyét, a 19 megye központtal. Nem biztos, hogy sikerülni fog úgy, hogy egyszerre leülsz, kívül azok, akik a földrajzi érettségre készülnek, azoknak biztosan megy. Ugye ezt csinálják más országokban, hogy a sorolt fel az Egyesült Államok 52 államát. Nem biztos, hogy sikerülni fog mindegyik államot rögtön felsorolni. A térképre ne is próbáld rátenni. A grafológia az alapja egyébként ennek a 7+2-nek. Én Napóleon, mikor róla olvastam, akkor jutottam ehhez a tézishez, aztán megnéztem, hogy mi ennek a tudományos alapja. Valóban a grafológiában, hogyha elkezdesz írni, akkor olyan 7-9 dologra tudsz figyelni, hogyha meg akarod másítani az írásodat. De az írás is annyira bonyolult, főleg a kézírás, hogy nem tudsz mindent megváltoztatni, ezért a grafológusok és az írás szakértők azok meg tudják találni, hogy most ez hamisítvány vagy a te saját írásod. Na ugyanez van egyébként a haderőben, nem véletlenül van a haderő szervezve úgy, hogy két katona ugye az egy bodypár, egy tűzcsoport az 4 ember, egy raj az 2 tűzcsoportból áll, egy szakaszban van 3 raj, egy században 3-5 szakasz, és így tovább. Tehát nem véletlen az, hogyha igazából figyelnek az alárendeltjeidre, a parancsnokaidra, akkor nem jó, hogyha 40 alárendelted van. Képtelen leszel rájuk figyelni. Ez az alapelvekkel is így van, és meggyőződésem, hogy ezt az 5-öt, ha bevésődik, akkor mindig fel tudja idézni majd az ember, hogy amikor döntést kell hoznia, vagy a tervezés, vagy a végrehajtás során, akkor jó irányba megy még. Nagyon érdekes, hogy grafológiai összehasonlítás és példa hozott ide a tábor nagy úr, mert egyébként Agatha Christie pont így építi fel az összes krimiét, hogy ennyi szálon futtatsz el cselekményeket. Zárója, egy megjegyzés. No de, hogy olvastam a fülszöveget, nagyon is olvasmányos stílusban közelíti meg a dolgokat. Már a fülszövegben is érződik, hogy nem nagyon száraz, tudományos nyelvezetet kíván használni. És ez ugye vissza is köszön az utolsó mondatnál a fülszöveget, hogy nem csak katonáknak szól, hanem hát aki az élet mindennapjaiban próbálja és igyekszik megküzdeni a kihívásokkal. Azaz kifejezetten célzott azokra az olvasókra is, akik eddig nem foglalkoztak a hadművészettel? Természetesen. Nekem meggyőződésem, hogy a Magyar Honvédség, vagy bármilyen haderő akkor tud hatékony lenni az országban, ha a társadalom elfogadja, szereti és támogatja őket. Ezzel ma Magyarországon a nagy gondunk már hál' Istennek nincsen. A magyar katonák presztízse a teljesítményük után én azt gondolom, hogy folyamatosan emelkedik. De nem tudja még mindenki. És valóban egy elszigetelt világban éltünk, megvannak a saját tudományák, tehát ezzel semmi probléma nincsen. Mégis nem tudnak rólunk annyit, amit szerintem érdemes lenne tudni. Épp ezért próbáltam olyan emberi nyelven fogalmazni, nem katonai bigfa nyelven mindennel, hogy közérthető is legyen, mert ahogy az alapfogalmak, az alapelvek, azok mindenki számára egyértelműek, mert használhatók máshol, úgy egyébként maga a katonai szakma is magyarázható egyszerűen is. Ugyanez, mint az orvoshoz, hogyha elmegyünk, és mondjuk a záró jelentést elolvassuk, akkor ugye az internetre nagyon nagy szükség van, hogy pontosan megértsük, hogy mi van. De ha doktor úrra vagy doktornővel szemben leülünk, és ő elmondja mondjuk édesanyámnak, hogy mi az igazi probléma, akkor megértjük. De valami hasonlóképpen próbáltam fogalmazni, hogy legyen le valóban olvasmányos, de azért a történelem számtalan korszakából és nemzetiségéből hoztam a példákat, ami alá támasztja a bizonyos alapelvek, vagy az alapelveknek a részleteinek a magyarázatát. Aztán nagyon érdekes, hogy az ember kezdbe veszi a könyvet, még csak a borítót láttam ugye, a fülszöveget, de akkor ugye szembe tűnő, hogy egy fura sakktáblát látunk magunk előtt. Stratégia, ez így van. Egyik legősibb játék. Ott is célszerű előre gondolkozni 2-3 lépéssel, még a mi szintünkön is, és akkor a nagymesterekről még nem is beszéltünk, hogy hány lépéssel, tehát gyakorlatilag fejbe lejátszák az egész partit szinte, hiszen tudják, hogy miután mi következik. A hadművészet ugyanilyen. És valóban előre kell gondolkodni, meg kell fontolni a lépéseket, de ott is vannak alapelvek. Ha nincs király, akkor vesztettél. Ez egy alapelv, ugye? Tehát volt egy volt kollégám, ő azt mondta, hogy megpróbált kérdéseket feltenni magának, mielőtt lép a bármelyik bábúval sakkban, és az első lépés az volt, hogy megvan-e még a királyom. Mert hogy nincsen, akkor nem kell gondolkozni a lépésen, mert vége van a játéknak. Szóval nem véletlenül van sakktábla, de ebben rengeteget segített a kiadó, az Alexandra kiadó. Köszönetet kell nekik mondanom, hiszen amikor megkerestem őket, hogy lenne egy ilyen ötlet, akkor nem kérek, azt mondták, hogy tábornok úr, vágjunk bele azonnal.
és nyilván volt az embernek elképzelése arra, hogy hogy kéne kinézni egy könyvborítónak. Vannak szakemberek, akikkel leülve, beszélgetve kijött végül ez az eredmény, és remélem tetszeni fog az olvasóknak. Na és akkor most vissza a személyes élményekhez, tapasztalatokhoz. Hát ön végigjárta a teljes spektrumát a katonai életpályának, és hát nem sokan mondhatják el magukra, hogy eljutott meg egészen altábornagyi szintig, és annak minden felelősségével együtt, ha így visszanéz a pályájára lépésről lépésre, ha ezt mind lógrásban teszi meg, akkor van-e ilyen komplexitás, vagy valóban végig kell járni egy katonának a ranglétra minden egyes fokát, hogy értse, megértse, és aztán jó döntéseket tudjon hozni. Mert ugye mégis a végeredmény az az, hogy döntéseket kell, felelős döntéseket kell hozni. Azt szoktuk gondolni katonák, hogy nálunk 20 év tapasztalat 20 évvel lehet megszerezni. Tehát vannak olyan szakmák, tudom, hogy a fiatal titánokat be lehet tenni magasabb pozícióba, mert sokkal egyszerűbb a szakma. És a fiatal titán a motiváltságával, a flexibilitásával tud sikereket elérni. Én igyekeztem mindig arra, hogy valóban, ahogy mondtad, szinte minden lépcsőn töltsek el időt. Én voltam szakaszparancsnok, ütegparancsnok helyettes, beosztott osztálytörzsfőnök, zászlóhajparancsnok, önálló zászlóhajnál törzsfőnök, önálló zászlóhajparancsnok, dandárparancsnok. Aztán voltam a törzsben, voltam hadműveleti tiszt, zászlóhajnál voltam, szárazföldi csapatoknál, aztán voltam a vezérkarnak is, ugye megbízott hadműveleti főnöke. Voltam külföldön, misszióba, tanultam itthon, tanultam külföldön. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezeket a tapasztalatokat akkor lehet megszerezni, hogyha az ember csinálja, csináltatja és valóban részese. Akkor van meg, akkor érzed az izmodban, akkor érzed a haderőnek a rezdüléseit, hogyha ezeken végigmész. És nekem nagyon nagy szerencsém volt azzal, hogy olyan kollégák, olyan katonák segítették az egész pályafutásomat, hogy amiből belekezdtünk, az általában sikeres lett. Nem nagyon tudnék olyat mondani, amiben nem voltunk sikeresek, vagy nem értük el a kitűzött célt. Nem emlékszek ilyenre, lehet, hogy volt, lehet, hogy az idő szépíti meg, ez mind benne van. Nyilván kudarcok voltak, olyan nincs olyan érzet, hogy mindig ötösre sikerül. Van benne ötös alá is, vagy négyes fölé. Tehát nyilván voltak kudarcok is a színuszgörbének az alján is szerepeltünk, de ha nagy képet nézem, akkor igenis elmondható arra, hogy ami feladatot a magyar katonák kaptak, és annak én bármelyiknek részese lehettem, arra méltán lehetünk büszkék. A haza védelme mindenek előtt, minden magyar katonának ez az alapelve. De ahogyan említette, és nagyon sok időt töltött külföldön, külföldi missziókban. És persze mindig felmerül az emberben az a kérdés, hogy legalábbis a 99 óta, hogy mi a francot keresnek magyar katonák a Balkánon, pláne Afganisztánban, Irakban, akár az afrikai kontinensen megfordulva, hogy ennek mi értelme van laikus ember fejével, szemével gondolkodva. Ezre nem nagyon találja a választ egészen addig, amíg nem hangzik az a varázsmondat, hogy jobb megelőzni a bajt. Itt pontosan így van. És ha meg akarjuk előzni a bajt, akkor próbáljunk meg gyógyszert találni ott, ahol a baj keletkezett, és ne várjuk meg, még ide jön. Ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy a magyar katonák miért vannak külföldi bevetésen. A másik, mi egy szövetségnek vagyunk a tagjai. Igazából nem is egynek, hanem többnek. A legnagyobb katonai és politikai szövetség az a NATO, de itt van az Európai Unió is, és annak is vannak katonai küldetése is. Akkor lehetünk hiteles tagjai ezeknek a szövetségeknek, hogyha leteszünk az asztalra valamit. Ha ezt a katonákon keresztül tudjuk elérni, akkor mi arra nagyon büszkék vagyunk, és nagyon büszkék voltunk. Úgyhogy ez a két fő ok, ami mondjuk az ország szempontjából rendkívül fontos, hogy a magyar katonák igenis álljanak helyt külföldi missziókba, de az emberi tényezőt se felejtsük el, magák a katonáknak a kiképzését, mert hála a Jóistennek itthon harci tapasztalatokat nem lehet szerezni. Ez külföldön lehet ezekbe a béketámogató műveletekbe szerezni, hogy az utolsó két dikétbe, utolsó két évtizedbe mondjuk, és a magyar katonák egy jelentős része ezt megszerezte. Ez óriási magabiztosságot ad azoknak, akik ebben részt vettek. Teljesen egy parancsnoki szinten, vagy lövész szinten, vagy géppuskás szinten hajtották ezt végre, és ugyanakkor az a bizonyos ázsió a szervezeten, a szövetségen belül az is nő, mert tudják, hogy a magyar katonára lehet számítani. Hát nem egy-két olyan helyzetben volt része, amit élesnek szoktak nevezni, még laikus szemmel is, nem csak katonai nyelven is. Sőt, ha szabad ilyet elárulni, és nem titok, hogy vérdi is volt az ön fejére kitűzve, ha jól tudom, Afganisztánban. Hát ezt hogy lehet kiérdemelni? Ezt nem túl sokan szokták majd a 21. században elmondani magukra.
Nem, hát ott sajnos Afganisztánban többen elmondhatták, mert megvoltak azok a parancsnoki beosztások, amiken valóban kint volt a VDI, és hogyha ha elkaptak volna, akkor aki végrehajtja, az megkapta volna a jutalmát azoktól, akik ezt felajánlották. Mi ezt tudtuk, de nem foglalkoztunk vele. Ott is egy olyan közvetlen biztosító csoport volt a közelemben, akik ha kell a testükkel védtek, és ott is a feladat volt az első. Úgyhogy ezt tudomásul vettük, a mi szakmánk egy veszélyes szakma. Nem lehet megígérni egy misszió kezdetén, hogy mindenki élve hazajön. Ezt a srácok, a lányok ezt pontosan tudják, de ezért vállalják ezt a kockázatot. A mi dolgunk pedig az volt, és most is az, hogy készítsük fel a katonát arra, hogy ne csak túlélni tudja ezeket a helyzeteket, hanem a célt is elérni közben. És akkor egy picit tekintsünk, mert sajnos időnk, az nem túl sok van, de muszáj arra is beszélni, hogy katonai szemmel hogyan látja azt a konfliktusövezetet, konfliktus helyzetet, ami most körbevesz minket? Hát ezelőtt 15 évvel senki nem gondolta volna, a boldog végkörülszakban, hogy újra ilyen szükség lesz a katonára Európában. Aztán látjuk, hogy tőlünk keletre a szomszédban háború van, egy nagyon véres háború, és csak egyetérteni tudok a magyar állásponttal, hogy ebből a háborúból ki kell maradni. Ami érdekes, hogy minket mindig meggyanúsítanak azzal, hogy ki akarunk maradni, de el kell olvasni mondjuk a NATO főtitkárnak a legutóbbi nyilatkozatát, ő is azt mondja, hogy a NATO ebben nem keveredhet bele. Tehát ez megint ugye a kettős mércének a tipikus példája, tehát nagyon jó döntés, hogy ebbe nekünk nem kell belekeveredni, mert közben itt van a déli nyomás. Tehát nem véletlenül van még mindig az a biztonsági zár a déli határunkon, ami a migrációt próbálja távol tartani. És ugye ez felkavarja a gazdaságot is. Amikor a háborúról beszélünk, és a könyvben megtalálják ezt is, van ez a bizonyos fogalom, a dime, ami egy amerikai pénzérme, de ez egy rövidítés, ez egy mozaik szó is. A diplomácia, az információ, a military, mint M, és az economy, mint gazdaságból jön ki. Tehát ennek a négy fő témának a dialogtikus egysége határozza meg, hogy egy ország sikeres vagy nem sikeres, vagy egy háború annak végén sikeres vagy nem sikeres. Ezek az összhatása pedig olyan környezetet teremtett most itt Európa közepén, amit érez mindenki a saját bőrén, és ez főleg a gazdaságba csapódik le. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy minél gyorsabban elhallgatnak a fegyverek tőlünk keletre, mert ha nem, azon a dájmon belül sajnos további hullámokat fog keverni, és nem csak Magyarországnak, hanem mindenkinek. Ha most jós lenne, akkor most azt kérdezném, hogy és mikor lesz vége ennek a konfliktusnak, de hát nem jós, úgyhogy ez most nem releváns kérdés. De mégis Magyarország helyzetét, szerepét, tehát ugye Magyarország egy, és önnek is része volt egy jelentős átalakuláson keresztül, katonai szempontból mindenképpen, valóban felértékelődött Magyarországon is a katonának a szerepe, és a megbecsültsége. Kell ezen még emelni, kell ezen még erősíteni? Mindig kell. Mindig kell. Még mindig nem tud mindenki annyit, amennyit mi szeretnénk. Még mindig nem szereti mindenki úgy a magyar katonát, hogy a magyar katona szereti a magyar embereket, úgyhogy nagyon sok tennivalónk van ezzel kapcsolatban. Nyilván nem segít, hogy a szomszédban háború van, mert az anyák, az apák, a nagymamák kicsit nehezebb szívvel mondják azt a fiúknak, a lányoknak, hogy vegyétek fel a mundert, hiszen a veszély itt van a közvetlen közelünkben. Én nem mondanám azt, hogy ne vegyék fel, mert ha mégis történik valami, akkor sokkal felkészültebbek lesznek, és nekem meggyőződésem, hogy érdemes harcolni ezért a szép hazáért. És legvégül az idei kérdés. Ön igen fiatalon döntött amellett, hogy katona lesz. Mi ennek a szépsége, ami mai napig rabul tartja az ön szívét? Hát ezt ki kell próbálni. Ugye én mindig azt mondtam, hogy a legjobb toborzó az elégedett katona. Én rendkívül elégedett katona voltam, és nem csak azért, mert végül a Magyar Honvédség parancsnok és vezérkarfőnök lehettem, hanem végig a karrierem. Egy olyan millió van a haderőben, a katonák egymás között, az a feladatorientáltság, az az azonnali siker visszajelzés, amit más szakmánál is biztos meg lehet találni, de hogy a haderőben meg lehet, arra az én példám, én azt gondolom, hogy elég bizonyíték. Igen, csak az ember azt mondja, hát itthon jó kiképzés, megvan, fölkészülünk, tehát kell ennyi katona? Kell. Látjuk, hogy mennyi más feladatba kerültünk bevonásra az elmúlt években, évtizedekben. Még ez az a szervezettség, az a szervezeti kultúra, ami a haderőben megvan, azt az élet szinte bármely területén lehet használni. Nem kell, de lehet. Azért láttuk a migránsválságot, láttuk a Covidot,
hogy azok a képességek, amikkel a haderő rendelkezik, az igenis segített abban, hogy a teljes társadalomnak jobb legyen. Nem beszélve a katasztrófa helyzetekről. Úgyhogy, és persze nagyon fontos az illetmény, a fizetés. Az azért kell, hogy méltó módon tudják a katonák is a családjukat eltartani. De az az alap, annak meg kell lenni. És ez folyamatosan emelkedett az elmúlt években. Higgyék el, hogy ettől sokkal fontosabb, vagy legalább ennyire fontos az a pozitív visszajelzés, amit a katonák az emberektől kapnak. Meg kell nézni a srácokat, mikor kint vannak mondjuk egy bemutatón, vagy amikor kivonulunk az utcára augusztus 20-án, és jönnek a gyerekek, és jönnek a fiatal emberek, hogy milyen hévvel és milyen lelkesedéssel mesélnek a saját életükről. Vagy meg kell nézni azt, amikor dobáltuk a homokzsákot bármelyik árvíznél, és az idős hölgyek megjelentek egy csésze kávéval. Sokkal többet jelentett, mint a túlmunkapénz, amit a nap végén kaptak a srácok esetleg érte, vagy a gyakorlati pótlék. Ez a visszajelzés, hogy számítunk rád, fontos vagy, bízunk benned, az meggyőződésem, hogy sokkal nagyobb motiváló erő, mint bizonyos fizetésemelés. A fizetésemelés még egyszer azért kell, hogy a katonának csak azon járjon az esze, hogy a feladatot hogyan oldja meg, és ne azon, hogy ha nem elég ez a jövedelem, akkor a szolgálat után még el kell mennem valahova dolgozni, hogy a családnak meglegyen mindene. Hát kívánom, hogy minél több ilyen elégedett katona legyen abban az országban. Így legyen. Köszönöm, hogy elfogadtam. Én köszönöm szépen. Köszönöm. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra.